Köszöntök mindenkit, és hát innen nézve jobb a helyzet, de onnan ide tekintve gondolom meglehetősen még a szokottnál is csapzottabb, siralmasabb. Maradjunk annyiban, hogy nagyon messziről jöttem most. Tehát nem volt már idő átöltözni, cipőt pucolni, és egyebek, és néha hogy az ember úgy elszörnyülködik, hogy Úristen, de hát fontosabb volt hamarabb ide érni. No, tehát folytatjuk a Pálos rendnek és a Pilisnek a kapcsolatrendszerét, és könnyen lehetséges, hogy a Pálos rendről most ez az utolsó előadás lesz, tehát decemberben már a jövőt építő előadás sorozatba kezdünk bele, hogy mi lesz a téma, fogalmam nincs, lehet, hogy a jelenések könyve, lehet, hogy a János evangélium, majd meglátjuk. Egyelőre a lebegtetés álláspontjára helyezkedtünk, ennél ugyanis nyugodtabb, bölcsebb, fenköltebb magatartást jelen pillanatban képviselni nem lehetne. Hát viszont a Pálos rendről két-három előadásban nem nagyon lehet szinte elmondani semmit. Most mégis megpróbálunk egyetlen egy kérdéskört körüljárni, ez olyan szakmai kérdésnek tűnik, tehát nem a feltámadásnak a romlatlan, romolhatatlan teste, tehát most egyelőre a misztikumot, egyelőre körülbelül olyan 10 percnyi időszakra kiiktatjuk, és a Pálos rend főkolostorának, a Pilis-Szentkereszti, vagy a Szentkereszti főkolostornak a helytörténeti vonatkozásait próbáljuk meg nagyon gyorsan átnézni. Ennek megvan a maga indoka, megvan a maga okozata, ugyanis úgy tűnik, hogy az eddigi kutatás történet alapvető tényeket figyelmen kívül hagyott. Az, hogy a Pilis-Szentkereszti főkolostor eredetileg hol lehetett, hát gondolom, aki a kutatás történettel foglalkozott, az már kapásból mondja a választ, hogy Klastrompuszta, Piliszántó, Klastromkert, tehát tulajdonképpen legalább 3 helyet meg lehet nevezni, és a 3-ról lehet tudni perdöntő biztonsággal, hogy egyik sem. Tehát ezek olyan helyek, hogy mivel éppen más nem akadt a régésznek, vagy a művelődés történésznek a szemébe, hát ezen fennakadt. És innentől kezdve a legfontosabb kérdések egyikét kiiktattuk a kutatás történetből. Na most Gyöngyösi Gergely alapján indulunk ki, már csak azért is, mert Árva Vincének, ő Piliszántón plébános, ráadásul a Pálos rendnek tagja volt, a Pálos rendnek mind a mai napig lelkes képviselője, kutatója, tehát ő is foglalkozott a kérdéssel, és nem az ő megállapításain keresztül szeretnék itt bizonyos dolgokat elmondani, csak jeleztem, hogy a hibák akármilyen oldalról indulunk el, mégiscsak hibaként fognak jelentkezni, mert egy alapvető sajátosságot kapásból figyelmen kívül szoktunk hagyni. Na most a szoktunk, az természetesen általános fogalmazás. Gyöngyösi Gergely munkájában, Gyöngyösi Gergelyről már elmondtam, 1522 tájékán a Pálos rendnek ő volt az irányítója, kormányzója, vezetője. Ebben az időben a Pálos rend már Portugáliáig terjedt, Franciaországban voltak kolostorok, Németországban, Lengyelországban. Tehát tulajdonképpen a Pálos rend a magyarságot végeredményben egy nemzetközi kapcsolatrendszeren keresztül próbálta a jövő számára megmenteni. És úgy tűnik, hogy ez a kísérletük, ez a próbálkozásuk, ez ténylegesen kiállta az idő próbáját. Na most Gyöngyösi Gergely úgy tűnik, hogy pontosan tudta azt, hogy 1522-től 1526 az azért nincsen túlságosan nagy távolságra, nincsen túlságosan messze, és éppen ezért arra gondolt, hogy a rend történetére vonatkozó adatokat a különböző kolostorok levéltáraiból szépen, módszeresen összegyűjti, és ami lejegyzésre méltó, az természetesen az utókor számára följegyzi. Gyöngyösi Gergely eredeti műve nem maradt fent, tehát másolatokban maradt fent, a másolatokról pedig azt kell tudni, hogy ahány másolat, annyi változat. Tehát egyik változatban bizonyos adat benne foglaltatik, másik változatban már nincsen benne, és így azért a szakmai hitelességet, ha nem is lehet megkérdőjelezni, de nagyon óvatosnak kell lennünk. Vannak viszont olyan adatok, amelyek mellett elmenni nem lehet. Na most pontosan ilyen a Pilis-Szentkereszti főkolostor helyrajzi adatait tartalmazó három megállapítás is. Az elsőt szó szerint fogom idézni. Özséb testvér kolostort épít a Szentkereszt tiszteletére Esztergom közelében 1250-ben, 4. Béla korában. Na most ez egy nagyon általános megjegyzés, és itt a kiindulási pont Esztergom mellett. Na most, az ember azt mondja, hogy valóban Esztergom mellett szó szerint ez szerepel, vagyis Esztergom közelében, majd jön a mellett is. Tehát közelében. A közelség, és itt indul be egy nagyon érdekes következtetési láncolat, a közelség minden kutató számára mást fog jelenteni. Ha az illető a közeli kapcsolatoknak a híve, akkor természetesen Esztergom közelében keresi. Na most közeli kapcsolatok hívével én még nem találkoztam. Mert jön az úgynevezett átköltési program, hogy mondjuk a Kesztölc melletti Klastrompuszta, az is Esztergom mellett van. Igen, valószínűleg a Nagyalföld is Esztergom mellett van, sőt a Bakony is Esztergom mellett van, de a Magas-Tátra is Esztergom mellett van. Talán még Himalája is az Esztergom mellé helyezhető, vagy közelébe helyezhető pontosan. Tehát az, hogy közelség vagy távolság, ez ténylegesen relatív, de Esztergomhoz viszonyítunk, tehát nem Kesztölcöz, nem Pilisszántóhoz. Ráadásul középkori oklevelekben nyugodtan lehetett volna olyan adategyüttest működtetni, vagy olyan adategyüttes keretében meghatározni a Szentkereszti kolostor helyszínét, hogy én azt mondom, hogy Kesztölc mellett, vagy azt mondom, hogy Csév mellett, vagy Szántó mellett, vagy Kesztölc közelében, Csév közelében, Szántó közelében. Esztergom az Esztergom. Tehát ez azt jelenti, hogy itt Esztergomhoz viszonyítunk. És az, hogy 1250-ben, 4. Béla korában, ez természetesen végeredményben korszak meghatározó. Tehát nem véletlen az, hogy az utolsó nagy Árpád-házi királyok idejében indul el a pálos rendnek a nyilvános szereplése. Tehát egészen az utolsó időkig, II. András, IV. Béla királyaink idejéig a pálos rend úgy tűnik, hogy igenis működött, létezett, de nem nyilvános módon. Azt sem lehet mondani, hogy különösebb rejtettségben működött. Egészen egyszerűen, természetesen működött a magyar királyok védnöksége alatt. Viszont egy végjáték időszakban, ráadásul a tatárjárást követő időkben teljesen egyértelműen maga a kor is jelezte, hogy a pálos rendet a nemzetközi hivatalosság vonatkozásában is el kell ismertetni. Ha nem ismerteti el Özséb a római pápával a pálos rendet, akkor egészen egyszerűen mindenféle jogi védettség nélkül marad ez a rend, és mi jelen pillanatban azt sem tudjuk, hogy valaha létezett, mert egészen biztos, hogy az első rendtaktól az utolsóig felszámolták volna ezt a rendet bizonyos történelmi időszakban. De így egy nemzetközi védettség a Pálos rend magyarságmentő feladatát szó szerint akarata szándéka ellenére oltalmazta. Na most megyünk a következő helyszín meghatározó megállapítás idézetre. Szent a kereszt jegye rajta, ez már ugyanazon az oldalon, tehát Gyöngyösi Gergely munkáján belül ugyanazon a mondat oldalon, ugyanaz az idézet folytatódik tovább. Szent a kereszt jegye rajta, Özséb keze kolostort épít, Esztergom mellé, hegynek az orma fölé. Vagyis itt már egy kicsit tényleg szorosabbra sikerül az azonosítási lehetőségeket fogni, tehát nyugodtan felírhatjuk a második pontot, az első pontnál Esztergom közelében, a második ilyen helyrajzi azonosító értékű megállapításnál Esztergom mellé, hegynek az orma fölé. Magyarul ez mit jelent? Nem a hegy lábánál keresem a kolostort, hanem a hegy tetején. És itt félre magyarázni dolgokat nem lehet. A hegyorom az hegyorom. A völgy az völgy. A hegyoldal az hegyoldal. Hegynek az orma fölé. Tehát magasban van a kolostor. Miért kell ezt hangsúlyozni? Azért, mert a feltételezett Piliseszentkereszti a Pilishegy keleti nyúlványának a lábánál van. A régi Árpád-kori templomot próbálták meg azonosítani, amely a jelenlegi régi temető alatt található. Minden esetre Árva Vince, Szent Özséb, vagyis Boldog Özséb tiszteletére ott állította fel azt az emlékoszlopot, amely ténylegesen jól mutatott. Na most az a rommező, rom együttes, ahonnan a híres piliszántói keresztes kő is előkerült, végeredményben itt is feltételezik azt, hogy a szentkereszti kolostor eredetileg ott lehet. Na de milyen alapon? Kényelmi szempontok alapján. Mert ha nem eléggé szárnyaló a képzelőerő, ha az ember a hegyoldal mentén a fölfelé az utat nem tudja megtenni, akkor természetesen félútról visszafordulunk. Hát a hegylába mégiscsak hegylába. És kiderül valami, hogy végeredményben magát a Pilishegyet ténylegesen körbeveszi egy kolostorrendszer. Tehát kívül is és belül is, a hegyek lábánál. Na most Kesztölc irányából, hogyha közelítünk, a kétágú hegyek vonulatának a lábánál úgy jutunk el a klastromszirtek tövébe, Klastrompusztához. Ott is ténylegesen volt templom, de a rend főkolostora ott megint csak nem állhatott. És több ok is erre mutat. Egyrészt a régészeti emlékek Klastrompusztán, hát egy kicsit olyan régebbi, már nem is régebbi, közelebbi idők emlékanyagát mutatták meg eddig. Tehát inkább az Anjou korból származnak azok a faragványok, mint mondjuk negyedik Béla királyunk korából. Ráadásul az ottani templom, nem tudom mennyire ismert egyébként, tehát mennyire tudjuk így felidézni, túlságosan kicsi. Tehát azért ne felejtsük el, főkolostor. Ez azt jelenti, hogy bizonyos időközönként a káptalanokat a kolostorban tartják, és ilyen alkalmakkor a Kárpát-medence minden egyes kolostorából, templomból az anyakolostorba gyűlnek össze a pálos szerzetesek. Tehát ez azt jelenti, hogy egy nagyon nagy épületnek kell ott állnia, amely épület be tudja fogadni a rendtagokat. Na most a szántói kolostor, hát amennyit sejtünk belőle, vagy Árpád-kori templom maradvány, a klastrompusztai, a Pilis túlsó oldalán Szentkereszt határában a klastromkerti, ezek túlságosan kis épületek. Sőt, majd látjuk a klastromkertiről, azt el lehet mondani, hogy könnyen lehet, hogy nem is templom volt, de ez egy külön kérdés. Tehát nem kell hozzá úgymond őstörténeti, búvárlati készséggel rendelkezni, vagy Árpád-kori ismeretanyag.